szerintem, mert akkor minden egyedülálló, nagyon csúnya férfinak csillogna a szeme. Arra nem gondoltok ebben az ügyben, hogy nagyon sok lányt elrabolnak. Nem önszeltárból megy. Jó, hát most is vagy egy más prostitúció, ha úgy veszünk. Mert vannak pornófilmek, meg ilyenek is. Ez is egyfajta legális prostitúció. De ha legalizálnak, akkor meg lehetne elrabolni. Lehet, hogy kihitt jobban felügyelnék ezt a dolgot. Lenne egy ilyen orvosi vizsgálat is, hogy kivizsgálják, hogy tök egészséges mindenhol. Én egyenem az egészet, de hogyha legális lenne, legalább odafigyelnének. Tehát, hogy leellenőriznék, mennének a rendőrök. Tehát, hogy talán ennyiben jobb lenne, hogy az, aki nem akar az lenni, az legalább leellenőrizni. A legnagyobb része kihasználás, főleg a nők kihasználására épül. Szerintem egy központilag irányított, vagy ellenőrzött szerve ennek az iparágnak ezt is jelentősen vissza tudná szorítani. Utópiát nem lehet csinálni. Tehát ez tény, hogy lesznek mindig szegény emberek, de szerintem lehet arra törekedni, hogy ezt visszaszorítsák. Azok, akik 16 évesen egy modell szerződéssel kibuszoznak Romániából, Amsterdamba, nem biztos, hogy azt az életet szeretnének. Talán ezeket a horror történeteket ezzel egy kicsit ki lehetnek küszöbölni, de tényleg néha brutálisan bánnak, és talán a nőkkel brutális történeteket lehet hallani, és lehet, hogy nagyobb lenne egy olyan állami, vagy nem tudom, legális rálátás, hogy egyszerűen tehát az embereket, vagy a nőket, vagy akár férfiakat jobban megóvjuk. A pornószínészeknél teszteken mennek keresztül, és akkor tudják, hogy például a betegségeket nem tudnak továbbadni, szóval abban a szempontból homerisan. Miközben a prostitúcióban megismeretlen. Most meg is mondtad, hogy kéne legalizálni a prostitúciót, ugye a prostituáltaknak is adózniuk kéne, és át kéne menni különböző teszteken. Eljött a te időd. Készíts egy perces videót, és nyerj vele 100 000 forintot, vagy a 3 darab sziget heti egyikét. tasz.hu/20